Mindenki átmegy a vámon! A nem bemutatott értéktárgyakat elkobozzuk! Tudod, be kell mutatnunk a G-Singet. Tudod, hogy legalább 50 dolcsit fognak fizetni a G-Singet? Tudom! Elrejthetném a nadrágomban, ott sosem keresnék. Jobban tudok. Rejtsük el apád nadrágjában, és mondjuk azt, hogy sérve van. Sosem találják meg. Ez az, hihetően hangzik. Felháborítóak vagyunk. Egy szót se többet, fiúk. A kormány mindent megadóztat. Ez nem igazságos. Ki mondta neked, hogy az élet igazságos? Ide figyeljetek, nem akarok több zűrt. Komolyan. Ki ez, fiam? Az angol konz. Neki kiváltságai vannak. Nem kell vámot fizetnie. Ha ti sem akartok vámot fizetni, akkor legyetek konzulok. Ilyen egyszerű. Köszönöm, részek, disznó! Ó, te jó ég, hadd segítsek neked! Ssss! Ne nyúljon a bőröndöbhöz maga, szerencsétlen! De vigyázz magadra, mit akarod esett? Semmi, semmi! Elnézést, uram, ez apja vagyok! Hé, az az ember elvitte a G-Singet! Ne izgulj, amint átvitte a vámon, rögtön visszaszerzem! Ah, és a többi csomag? Ezt hogy érted? Én fellököm, te becsempészed! Ez az, itt jön egy! Wow! Biztos epilepsziája van. Gyerünk, csókelj már fel! Engedjék őket! Te szerez helyet, én elintézem a vámot, majd utolérlek! A vámkezelés után azonnal szálljanak fel a vonatra! Hogy értetek ide előttem? Hadd segítsek egy kicsit óvatosan. Gyere csak vissza! Hogy mersz az apámtól lopni? Helyhú, de! Fej, mit tanítottam neked? A helyieknek mindig előnyük van. Butaság lenne üldözőbe venni. Hiszen kirabolt! Nem sikerült neki. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudnod kell megbocsátani. Igen, és akkor más is megbocsát neked. Így van. Megtanultam. Részeges karatemester 2. Vigyázz! Csak blöffölsz. Igen? Előbb gondolkodj. Nem esztettem. Nem biztos. Gondolkodj. Hé, nézd azt a hatalmas fát! Ilyet még nem láttál, apa? Láttam eleget. Meg fogsz verni. Van kiú? Igen? Nem látom. Kész vagy? Dobom! Aludj csak tovább. A mindenit eltalálta. Ne haragudjanak, megbocsátanak? Megbocsátok, de legyen óvatosabb. Lépj. Te jössz. Ez megbocsáthatatlan. Semmi baj, te megbocsátasz. Az árusok nem szállhatnak fel a vonatra. Vissza kell szereznem a G-Singet! Gyorsan!
Apa, ezek vacakok, szerzek neked valamit, ami jobban illik az étrendedhez. Nem vagyok válogatós, vagy csak. Nem, én tudom, hogy szereted a sült libacombot, hoztátok. Libacomb, ez az! Nem kell kifogást találnotok, ha mászkálni akartok, egy kicsit menjetek. Csak érjetek vissza, mielőtt a vonat elindul. És ne keveredjetek bajba. Elég legyen! Elnézést! Itt kacsákat meg csirkéket szállítanak! Elviselhetetlenül büdös van! Ez olyan, mint egy másik világ. De nem jöhetünk, ez az első osztály. Honnan tudod, hogy az első osztály? Honnan, hogy mit külföldiek? Mi felé? Mit csináltok itt? Válaszoljatok. Keresünk valakit. Nektek ismerősnek? Igen, úgy van. Van tanúd erre? Kérdezzen engem. Na, elég tűnés. Ha még egyszer idejöttök, letartóztatunk. Meg kell találnunk a csomagokat, de gyorsan. Én is tudom. Működni fog. Én is. Egy, kettő, három. Ügyetek innen kifelé, mint nem halljátok. Elszabadultak. Elment az eszünk. Ezek nem dolgálisak. Vigyél ki nele vére. Kikérem magamnak. Mi ez? Bújta a részlet sarkot. Ki ez az őrült? Vigyél ki nele. Kikérem magamnak, hogy a kacsákat ne engedjen. Elnézést, uram! Hé! Gyere vissza, te tolvaj! Biztos, hogy erre jön. Mindjárt megtaláljuk. Az enyém! Áruló! Mi? Parancsol teát! Az utamba hátsz, meghalsz! Áruló! Nem! Várj egy percet, beszélni akarok veled! Először is nem vagyok áruló! Ne légy bolond, egy mesterrel harcolsz! Rájöttem, és nyerni fogok! Yes.
Most véged van! Csak erősködsz. Mit akarsz tőlem? Kéri bocsánatot. Micsoda? Összetévesztettél valakivel. Árulónak neveztél. Rendben, bocsánatot kérek. Nem hiszem el. Gyere ide! Hé, szórakozol velem? Mester vagyok. Nem tudsz megütni. Fegyver nélkül folytatjuk. Na jó. Részeges boxolás? Úgy van, gyere, üss meg, ha tudsz! Rendben. Harcolj! Kész vagy? Ha te kész vagy. Gyere! Nem. Szerintem még nem állsz készen. Ezt a poszt meg hogy hívják? Egy 100 tonnás lőszeres hordót tartok. Mit gondolsz, ki vagy te? Én vagyok az, akit nem tudsz legyőzni. És ez milyen póz? Csak masszírozom magam. Felkelhetsz. Tudod, egész ügyes vagy, öreg. Köszönöm. Te is egész jól csinálod, de ez a részeges boxolás. Igen? Nevetséges volt. Jól védekezel, de nem támadsz. Micsoda? A részeges módszerrel bármilyen kungfu támadást visszaverek. Figyelj! Figyelj, a fütyszóra indul a vonat. Védd magad! És ne várj tőlem irgalmat! Elmegy, sietned kell! Letépem a kezed, a lábad és a fejed köré tekerem őket! Menekülsz! Te jó ég, a vonat! Gyerünk! Meg tudod csinálni! Kapd el a kezed! Már majdnem meg... Kösz! Megmentette az életemet. Szóra sem érdemes. Viszlát, fiatal tigris! Jól harcoltál! Ginseng. El az útból! Mindenki álljon fel! Vegyék le a csomagjaikat és nyissák ki ellenőrzésre! Felállni, mindenki! Minden csomagot meg kell mutatni! Péter! Ébresztő! Jó reggelt! Valami baj van. Igen, rablás történt. Ezért átkutatunk mindenkit. Jöjjön! Kutass át őket! Kérem, mutassanak fel mindent ellenőrzésre. Ki kell nyitniuk minden dobozt és csomagot. Nincs itt semmi, csak orvosi preparátumok. Tessék! Az a család. Ez nélkül nincs család. Kecskebél! Az nem, az csak fér. Vegye fel! Mi van abban? Abban a dobozban? Mindet nyissák ki, mindent látni akarok. Egy pillanat. Mi az? Csontváz. Rendben van. Az utolsó dobozt. Mi van benne? Ez az. Azt már láttam. A másikat. Ott maga mögött. Nem azt, hanem ott hátul. Azt? Ott az ülésen. Megpróbálta eldugni? Ginsenget mutat. Nem próbálta eldugni. Csak nyissa ki, majd én megnézem, mi az. Ne húzza az időt, nyissa ki azonnal. Elnézést, tisztok. Nem mozdultak el a helyükről, mióta a vonat elindult. Tanúsítható. Rendben? Mi gondol ki maga? Miért kellene hinnem magának? Mutassa az igazolványát. Itt van. Uram, elnézést kérek. Nem. Hé!
mondja, ez az öné? A titkos rendőrségtől van. A kormány jobb, ha nem húzunk újat vele. Menjünk a következő. Figyelem! Tovább megyünk! Biztos látta, hogy becsületes emberek vagyunk, és rablásban nem veszünk részt. Tedd el a ginzinget. Az a pecsét pótolhatatlan. Annak a műkincsnek az értéke megközelíti az angol koronáét. A császár jáde pecsétje a kínai történelem legfontosabb értéktárgya. Ennek a műkincsgyűjteménynek nincs párja. A londoni Szépművészeti Múzeum páratlan kiállítást tudhat a magáénak, ha a gyűjteményben benne van a császár pecsétje is. Nem érdekel, hogy csinálják, de szerezzék vissza. Igen, uram. Igen, uram. Tudjuk ki a tolvaj, uram. Kapja el. Igen, uram. John, az acélgyári munkások nem akarnak extra fizetés nélkül túlórázni. Megoldaná ezt a gondot? Nem probléma. Ajánlok nekik egy alternatívát. Tudja, vállalati temetés. Oldja meg. Igen, uram. Imádkozom hozzád. Ez az, nyertem. Ez nem igaz. Megint? Megnyertél. Gyerünk, vizessetek most azonnal. Gyerünk, gyerünk. És a tokajtót. Köszönöm. Te elvesztettél mindent. Tehát vizessetek, köszönöm. Kidörömből az ajtón. Asszonyom, megjött a házura, doktor Wong jött meg, igen, asszonyom. Igen, hát ez nagyszerű. Mi? A férjem? Pakolás? Ó, gyorsan! Á, hát ti vagytok. Igen, miért fáradtatok meg? Sok dolgunk volt. A férjed és a fiad megérkezett. Végre megérkeztetek. Mennyire örülök, hogy látlak. Ennyi páciensed van? Folytasd, csak mindjárt jövök. Bacsongoztatok? Csend legyen! Megmondtam, hogy ne fogadj pácienseket, amíg el vagyok. Tudod, hogy nem szabályos. Mit csináljak? Nem hagyhatom szenvedni őket, sosem bocsátanám meg magamnak. Te magad mondtad, hogy gyógyító hatása van a kezemnek, és ezeknek a szegény betegeknek pont ez kell a fájdalmuk enyhítésére. Igaz? Ki nyert? Biztosan te. Fogd be a szád! Kit vizsgáljak meg először? Ne foglalkozz velük, csak fejfájásuk van, majd én elintézem. Ellenben előkészíthetnéd az oltáromat. Persze. Most kezet előtte. Nemes! Hozd ide a létrát. Locsoltad a növényeket? Igen, uram. Helyes. Köszönöm. Most a anyám, ezek meg mik? Fiam? Igen? Hallottad ezt? Csak a szél volt. Az oltárhoz. Igen. Na jó, elmehettek. Menjetek. Gyerünk, gyerünk! Az az enyém. De hogy is az én? Kifelé, azonnal! Feljövünk. Lassan és több tisztelettel. Ne felejtsétek, legközelebb pénteken reggel találkozunk. Viszlát! Ah, jó reggelt, Wong-asszony! A doktor visszatért épp már? Épp az előbb. Remélem, nem felejtette el elhozni a ginsenget, ugye nem? Jöjjön be, majd én idehozom. Köszönöm, csak ön után. Mr. Chen, a ginsengért jött. Mr. Chen, jó reggelt, hogy van? Megőrültél? Akarod, hogy idehozzam? Igen. Azonnal. Azt hiszem, örülni fog Mr. Chen. Ez a ginseng egy különleges példány. Ennek nagyon örülök. Hozok önnek egy teját, amíg várakozik. Nagyon köszönöm. Nem! Mit gondolsz, hová mész? Segítened kell kimászni. Tudom a bajból. Tudom előre, hogy engem fogtok hibáztatni. Ne hülyéskedj! Hey, Hung! Mit csináltok? Gyere gyorsan, segítened kell, bajban vagyunk. A ginsenget ellopta egy tolvaj, apa írtó dühös lesz. Micsoda? Megint te voltál. Látod? Meggondolja komolyan! Csss!
Légy jó mostoha anyám, és segíts itt nekünk! Itt olyan sokáig! Azonnal, apa! Mr. Chen várja a teáját. Menj már! Kiderül meg ön bennünket! Asszonyom, mondja meg, mit csináljunk? Na jó, a raktárban. Mi van ott? A vörös szekrényben. Folytassa. Van egy fekete váza. Igen. És benne? Csak nem egy ginseng, nem hiszem el. Cián van benne. Minek kell? Neked. Hogy lehet ilyen kanyarkára, asszonyom? Majd elintézem. Itt a tejája, Mr. Chen. Nagyon kedves. Igen. Meg ne erőltesd magad, apa. Igyál egy kis teját. Bocsánat. Meglepetés! Meglepetés? Fogadok, hogy ilyet még nem látott. Nagyon ritka, szerencsés ember. Egy kis friss levegő jót. Csak annyit kell tennie, hogy forró vízbe teszi 24 órára és 10 percre. A kivonat visszaadja a fiatalságát, potenciáját semmi perc alatt. Mit csinálsz ezzel az óriás retekkel? Retekkel? Ez egy retek? Úgy érted, hogy nem ginseng? Nem, hát. Rendben van. Meg akartam mutatni és figyelmeztetni önt, Mr. Chen. Ha? A retek semlegesíti a ginseng hatását, ezért minden áron el kell kerülnie. Ha megeszi a ginseng kezelés után, akkor csak pazarolta a pénzét. Ennyi. Bizony, ez így van. Örülök, hogy megmutatta önnek azt a retket. Talán még nem is látott ilyen növényt azelőtt. De most, hogy látta, tudhatja, mitől kell távol tartania magát. Azért legalább megpróbáltam. Fejhunk, hagyd abba! Én itt sem vagyok. Már is nem, már éppen indultunk. Fejhunk, mit találtál? Egy ginsenget, megvan. Tényleg, ez nagyszerű. Hol találtad? Ez apa egyik növénye. Mi lesz ebből? Ne aggódj. Kend az egészet csóra. Oké. Megpróbálom elterelni apád figyelmét, amíg... Így jó lesz? Hasonlít a ginsengre. Ugye? Ez az. Beszélnem kell veled, rendben? Elnézést kérem. Természetesen. Természetesen. Tessék, mit akarsz? Gyere! Igen, kedvesem. Lehet, hogy nem vetted észre, de Fejhunk már felnőtt, és azt hiszem, kezdi egyedül érezni magát, ha érted, mire gondolok. Nem értem. Már nagy fiú. Itt van Mr. Chen, a ginseng. Miért fizes? Napkeltekor ástam ki. Reggel a legnagyobb a föld ásványtartalma, és a gyökerek vitamin tartalma akkor a legmagasabb. Ez nagyon fontos. Ha lenne egy kis testvére, ezt akkor... Ezt majd megbeszéljük. Udvariatlanok vagyunk. Figyelj rám! Közeleg a születésnapja. Hiszen még 9 hónap van hátra. Miért várjunk az utolsó pillanatig? Ne húzd az időmet, vissza kell mennem. Azonnal két bocsánatot. Tegyük be ide a kabátja alá. A ginseng szereti hallgatni a szívdobogást. Ne felejtse, csak 3 nap múlva használhatja fel, rendben. Ne felejtsd el kiüríteni a szemetest ma este, jó? Dr. Wong, még egyszer köszönöm. Fiam átadta önnek. Igen, nálam van itt a szívedből. Azonnal jövök. Várj, hozzád beszélek. Fáradjon erre, Mr. Chen, kikísérem. Viszlát. Ide figyelj, felhívtak a rendőrségtől, és azt szeretnék, ha idén te lennél a funkú edzőjét. Igen, tudom, és már meg is egyeztem. És arra gondoltam, hogy a tényleg te lesz. Elment. Mit akartál mondani? Csak egy ötlet volt. Azt gondoltam, hogy hosszú távú szerződést kötetnél a rendőrséggel, de látom, hogy most elfoglalt vagy, úgyhogy később megteszél. Mr. Chen nagyon örült a ginsengnek. Hosszú távú szerződés. Köszönöm, Fejhung. Milyen jó ötlet. Mindenképpen megemlítem nekik. Mi az? Aggódni látszol, Fejhung. Apának hiányozni fog az a növény. Ne butáskodj, majd ültetünk neki egy másikat. Van még más is. Mi? Mi lesz, ha Mr. Chen tényleg felhasználja, és még öregebb lesz tőle? Kicsit elszédült tőle, ennyi az egész. Akkor talán nem lesz baj. Rendben! Vigyázzat, közeledek! Mondatni kéne! Nem te vagy a főnök, hanem én! Fiam, kialszik a tüzem! Adj rá egy kis alkohol! Egy másodperc, és ott leszek. Ipari alkohol. Oké, lépj hátra! Jó. A kontakti akarsz, én készen állok. Csak te nézd az órát. Először felszolgálom a teát. Idő! Irány haza! Fiam!
Küldje vissza őket dolgozni. Tessék, tehát vége a munkának. Hallottál? Én vagyok az új igazgató. Tedd, amit mondtam. Kongas! Hé, hey, mi van? Hé, fó, most meg mit kongatsz? Nem vagy vicces? Oké, figyeljetek ide! Új igazgatónk van, új igazgatónk, és új munkaszabályzatunk. Nos, a termelékenységi szintjük elfogadhatatlan. Sok pénzt veszítünk, csak egy megoldás van. Többet kell dolgozniuk. Micsoda? Miért szó sem? Dolgozunk! Nyugalom, fiú! Csendben! Figyelje! Ha több munkát akar, akkor fizessen a túlóráért, és dolgozzon! Úgy van! Csendben! Hogy követelőzhetnek így? Azt nézik, hogy mit nyújtunk maguknak. A szállás és az ellátás bőven kompenzálja az extra munkát, amit kérünk. Tehát nem fizetünk a túlórákért, és mit állnak helyen is? A szállás és az ellátás a minimum volt, amivel rávettek bennünket, hogy ezen a pokoli helyen dolgozzunk. Állj, figyeljenek ide! Nem mennek sehova. Visszamennek dolgozni. Elég érthetően mondtam. Ha nem fizet, én nem dolgozom. Ez mindenkire vonatkozik. Ha nem fizet, nem dolgozunk. Nagy erő! Állíts meg őket! Menjünk haza! Vissza dolgozni! Kényszerítsen! Vissza dolgozni, különben megölöm! Azt teszik, amit mond. Brit konzulátus. Hey! Hú! És vissza! Hey! Ha! Ez az! Ismételjétek meg az egészet! Ilyen zajban nem lehet aludni. Van esélyünk, hogy megvegyük ezt a területet, Smith? Lepróbáltuk, uram, de Dr. Wong állítólag feltétel nélkül visszautasított az ajánlatot. Ha Wong nem akarja eladni, akkor pereljétek be és dobjátok ki őt! Igen, onnan! Sokat dolgozom. Egy férj kéne neked, aki elvégzi a piszkos munkát. Miért nem mész férjhez, eh? Férjhez? Nem hiszem, Cseng. Inkább keresek egy férfit, aki nem ijed meg, ha egy kígyó szembenéz vele. Te elvállalnád? Ha? Jól hangzik, de komolyan beszélek. Fel, figyelj! Férj nélkül senki sem véd meg téged a gonosz emberektől. Komolyan gondolom, tanuljon védelmet. Kung-fu. Én a részeges boxot szeretem. Na, az nem önvédelem. Ne necsinálj! Ide-oda kaszálás, meg vangdalkozás a levegőben, ritmus meg értelem nélkül. Úgy látom, irigykedsz. Megy a tartható? Mit bámultok? Menjetek dolgozni! Menjetek is a dolgozni! Jól van már! Hogy meritek megvárakoztatni a vásárlókat, hát? Tessétsen! Se töltsé! Hallgassák! Hé, hey, Mr. Cheng! Mit akarsz, fejünk? Egy szeletsós halat és pár font lazacot kérek. Köszönöm. Hány szelet legyen? A kígyó efe nagyon jó gyógyszer szemproblémákra, főleg a hájóra. Rendelnék néhány dolgot apának, oké? Okay? Ja, fejünk, szia! Ne hagyd meglógni! Ne izgulj, nem mehet sehova. Egy fácánt és három adag kígyó efét. Ó, friss epénk van ma. Jó ember, ne csak a szállt, kérek! Á, nagyon jó. Mennyi lazatot akarsz? Már mondtam, egy pár fonttal. Fejünk, megtaníthatál engem a részeges boxolásra. Jó tanuló vagyok, gyors a felfogásom. Persze, bármikor. Hé, fejünk!
Ez a szép nagy darab megfelel? Persze, nagyon köszönöm. Ne szakíts folyton félbe, a részeges boxolásról beszélünk. Megvitathatok, asszonyom. Szerintem minden nőnek meg kell védeni magát. Abszolút egyetértek, igazad van? Ha önvédelmet akarsz tanulni, igazi tanárra van szükséged. Neki is igaza van, egy profi tanár sokkal jobb, mint én. De te nem azt tanítod, amit én szeretnék tudni. Ez nem önvédelem, csak egy bolond verekszik, úgy, mint egy részed. Nekem a te részeges boxmódszeret tetszik, sokkal jobb, mint a kung fu. Ha teljesen őrültek vagytok, ide figyelj fel! Ha tényleg meg akarsz tanulni harcolni, akkor tanuld a Chai Lifut! Kérdezd a diákjaimat, így van? Igen, egyetemű! Elismerem, igazán. Akkor válaszolj a kihívásra! Az én Chai Lifum a te részeges boxod ellen. Ha sikerül megverned, én fizettem az egész lazac és harrendelésedet. Mit szólsz? Egy pillanat. Én is kapok ingyen vacsorát. Megegyeztünk. Mi parancsol? Itt nem mérkőzhetünk. Túl sok ember van, így még kárt tennénk valakiben. Vincesz! Imádják nézni a harcot. Figyelem, mindenki! Figyeljetek! Én Chen vagyok, a halálos. Ő pedig Wong Fei Hung. Berekedni fogunk, ti pedig legyetek tanulni a harcok. Készen állsz? Ne felejtsd el, hogy ez csak jelképes meccs. Légy bele gyengéd. Hol a részeges box? Ennyi elég! A nyertes Fei Hung! Senki sem nyert. Döntetlen volt, ezzel Chen is egyetért. Még nincs vége! Fei Hung! Igen, azonnal jövök! A mostoha anyám, az mennem kell. Hol a rendelésem? Kösz. Viszlát holnap. Fei Hung, várj, a halaid itt kösz. Vannak. Mennyivel tartozom? Semmivel. Nagyon kösz. Jól van, ne áldogáljanak itt. A műsornak vége. Menjenek visszavásárolni. Mit vége? Ingyen kaja? Megint verekedtél érte. Halkabban. Papától kapsz majd, ha tényleg így volt. El kell adnom a nyakláncomat, ha vissza akarom vásárolni a ginsenget. Ezt nem teheted? Ha Mr. Chen felhasználja azt a növényt, te és én nagy bajba kerülünk. Kösz, hogy segítettél. Tudod, hogy a barátod is vagyok egyben. Hey, Smith. Itt a fickó, akit keresünk. Hívom a konzulátust. Tartsd bent őket, amíg hozok erősítést. Tessék, doktor Wong bajban lehet, ha eladja a felesége ékszereit. Próbálj engedményt. Tudom, mit csinálok. Indulj! Tényleg olyan nagy szárazság van? Tragikus. Az az országrész tényleg szerencsétlen. Ha nem szárazság van, akkor áradás vagy sáskajárás sújtja őket. Folyton éheznek. Olyan szegények arra felé, hogy állítólag egy egész család viseli ugyanazt a nadrágot. És ki viselheti? Aki épp aznap munkába megy. Hello! Bocsánat, hogy elkéstem. De mindig késel. Örülök, hogy látlak. Vongasszony, úgy tudtam, a feleségednek találkozója van önnel. Miről van szó? Pénzt kérsz kölcsön? Csak egy találkozó. A jótékonysági pénzgyűjtésről van szó. Emlékeztetted kellett volna ez rá. Ez az a jótékonysági bizottság ülésére. Onnan megyünk. Nem jó elkésni. Siessetek, viszlát, mindenki. Viszlát, viszlát. Ne keveredjetek bajba. Ne aggódjatok, vigyázunk. Hívd a többieket. Azt hiszem, mindenki itt van. Wong mester, úgy értesültem, pénzre van szüksége. Történt már ilyen. Szerintem mindenki nevében beszélek. Mind adunk egy kicsit. De tévedtek, én a szárazság áldozatainak gyűjtök pénzt. Nekem nem kell pénz. De a feleséget... Nem kell szégyenkezni. Na
bármelyikünkkel megtörténhet, bármelyikünkkel megtörténhet. Ó, vigy el nyugodtan. Nem most. Jobb, ha nem szóltok a férjeiteknek erről. Én sosem mondok el semmit a férjemnek. Ez a kettő az, akik megbízhatatlanok. Imádnak fecsegni. Hogy mondhat róla miért? Mert igaz. Csiu még azt sem tudja, hogy itt vagyok. Én nem De pletykálok. Valaki mégis elárulta neki, mert tudja. Mindenki tud róla a pletyka. Nem, nem mondtam el neki. Egész. Nézzük a láncot. Lássuk végre. Na, nézzük Lássuk. Meg. Itt van. Oh, jó, a követ gyönyörű, hát még sosem láttam ilyet. Oh, gyönyörű. Azonban ne felejtsetek el, hogyha kiderül, hogy 60 napon belül vissza tudom adni a pénzt, akkor vissza kell adnotok nekem a láncot. Igen, tudom, de most már én is fel akarom próbálni. Hadd ide. Tessék. Megszerezted? Nem, nem volt náluk a pecsét, csak egy nyaklánc. Oké, akkor vedd el azt, és majd megzsaroljuk őket a pecsétért. De nagyon vigyázz, nehogy valaki felismerjen. Hallottátok? Ellopjuk a nyakláncot, készüljetek! Akár mi legyen is, nem felvedd a munkahelyedet, bárki felismerheti. Hé, tolvaj! Fogják meg gyorsan! Mi történt? Ki volt ez? Nem így kell a figyelmet felkelteni. Fogják meg, rablók, fogják meg! Elutálok utána! Neved! Hagyd a földet! Hé! Fejhung, arra! Jobb is, ha fut! Tényleg hős vagy, Fejhung! Büszkék vagyunk rád, Fejhung! Jól csináltad! Nagyon ügyes! Éppen! Valami baj van? Nekem jött. Bocsánat, elnézést, uram! Elnézést kérni nem elég. Akkor mit akar? Ereszkedj tértre és könyörög, te pondró! Hé, maga megőrült! Maga gangster! Maga szervezte a lopást, láttam az egészet! Mit érdekel, hogy mit mond egy cemender? Mi? Cemendének nevezett? Már régen neveztek így. Láttam, ahogy cinkos pillantást váltott a rablóval, úgyhogy ne próbálja megjátszani, hogy becsületes állampolgár. Ehhez az akóhoz illene egy kalap. Anyám! Jól vagy mostoha, anyám! Mit mondtál? Milyen nyelven beszélsz? Bocsánatot fogsz kérni, és irgalomért fogsz könyörögni. Hülyén! Maga viselkedett udvariatlanul. Tessék! Azt mondod, üssem szét a fejét? Akkor maradj itt! Mi az ördög folyik itt? Mi történt? Mi történt? Igazi bajnok! Hajjá! Hogy mutasson egy kis ézeket, Maxot? Kérlek! Fejhung! Így szívesen érzed! Kösz kívánatra, mutasd be a részeges boxolást! Megígértem apának, hogy nem teszem! Ne légy már kisfiú, lelkes közönséged van, nagy reklám lenne az aszár üzletet! Na jó! Részeges box következik! Mi van veletek? Képes egyedül elbánni négyetekkel? Na, most megkapja. Adjunk neki. Eredjetek! De figyelj! Szerintem tényleg rész. Igen, ez az. Ne hülyéskedj. Alig áll a lábát. Na, most roverjünket. Úgy csinál, ő sose csal. Lányok, igazad van. Menjünk, jó? Most mit csinálunk? Hozzatok, amennyit csak bírtok. Rendben. Hé, az ital nem ingyen van. A doktor Vogt szállnájára. Igen, igen. Rendben. Hová tűntek? Arra, hallom őket. Gyerünk. Ne hisz senki!
itt! Fejhúny, kapd el! Ó, ne! Apa megtiltotta az italt! Én most engedélyezem! Veszítesz, ha nem lazítasz egy kicsit! Nem harcolok! Rendben! Itt egy másik! Csak így áll! Ez az, Fejhung, így áll csak, ne hagyd abba! Ne, holnap nagyon beteg lesz! Bírja az italt, hidd el nekem! Tudod folytatni? Még elfogadnék egy kis bort. Itt van, ez az utolsó. Azonnal állj fel, nem hallod? Nem foghat ki rajtunk. Milyen bor volt ez? A cipkén egy koponya van. Nem tudom, mi lehet. Az jóféle lehet. Az ital a tigris erejét kölcsönzi nekem? Még van egy-két trükk a tarsajomban. Vigyázz, főnök, vigyázz! Sosem találod ki, mi a következő trükk, mert még én se tudom. Szólj, ha elég lesz. Kapjátok el! Kell még? Itt van! A buli most kezdődik! Olyan kíméletes! Van esetleg különleges kívánság? És micsoda humorérzék? Ezt hogy hívják? A Samli formáció. Ő találta fel. Ősi harcforma. Akarsz kicsit pörögni? Gyertek vissza! Fejhú! Nem kéne még bort elhozzá! Majd itt tüzetem! Ugyanazatot! Olyan jó, hogy itt van! Minden meg akarják ölni a fiam! Adom segítsen Fejhúnak! Fejhú! Azonnal hagyd a bart! Ők kezdték, apa! Az apád vagyok. Apuci. Tényleg apuci vagy, meg is fettelek. Mi a fel? Mi történt? Annyira vicces, mi történt, Rizek? Hogy vagy ma, öreg? Megütöttél. Na, jöhetnél volna korábban, egyedül bánt el, mint az öt gengszterrel. Miről van szó? Kik voltak ezek az emberek, akikkel harcoltak? El akarták rabolni a nyakláncot, ami nálam volt zálogban. Igen, itt történt. Miért akartad el a nyakláncot? Most kellett volna kitalálni egy rablós történetet, ha pénzt akartál szerezni. A barátaid segítenek neked. De nekem nincs szükségem segítségre.
kérem. Tessék, ebben segíthetsz. Jól is. Hagyd abba! Úgy láttam, ez a fiú lerészegedett. Madame Wong? Jó napot! De Wong, hadd gondoskodjunk. Merre mentek? Hadd menjek utána. Ne bámuljatok! Menjetek haza! Úgy lesz. Rendben van, menjünk mindenki haza. Megy haza. Viszlát, viszlát, viszlát. Ja, ja. Menjetek, kövessétek. Ez csak menni fog. Szerencsétlenek. Te sem győzted le. Tönkre teszed a hírnevemet! Az egész város azt hiszi, hogy adományból gyűjtök pénzt magamnak. Kettőtök miatt azt hiszik, hogy csaló vagyok. A cső célén állok. Válaszolj! Miért akartad eladni a nyakláncodat? Nem akartam eladni, csak kölcsön adtam Csiu feleségének, hogy viselhesse a partin, amit szervez. Ne hazudj nekem, asszony! Csiu felesége pénzt kér, hogy megvehesse tőled azt a nyakláncot. Eljátszottad a háztartásra szánt pénzt majd Jongon? Ó, hogy lehet, hogy egy szót sem hiszel el abból, amit mondok, de azt elhiszed, amit egy másik férfi felesége most mond. Most, anyám, kaphatnék még abból a borból, kezdek kiszállni. Látnád magad! Megmondtam neked, hogy soha ne ijjál bort. Megtagadtad az engedelmességet, és használtad a részeges boxot is, és végül megütötted a saját apád. Az apádat! Megütötted a saját apádat! Szégyenbe hoztad a család hírnevét! Inkább meg kellene dicsérned, amiért megvédte az anyját. Az a fickó ki akart nyírni, majdnem eltörte az állkapcsomat. Te tanítottad így verekedni. Megtiltottam neki már, mint a harcot. Nem alkalmazhat részeges boxot az engedélyem nélkül. Legyen szíved. Mit akarsz jobban, egy gyorskezű fiút vagy egy mama kedvencét? Mindig sikerül összezavarnod. Szánalmas vagy. Ó, ne! Ez nem lehet igaz. Nézd! Valami gonosztevő tönkretette a kedvenc fámat. A fenébe elfelejtettem kidobni. Te, Csó! Maradj ott, ahol vagy! Te vagy a felelős itt minden cserépért és lövényért. Mi a fele történt? Ne kezd már ezt, Wong! Nem ő a felelős az egészért. Véletlenül felrúgtam a fát, amikor a lépcsőn mentem felfelé, és igazad volt, tényleg veszítettem egy kis pénzt. Eladtam a nyakláncot, hogy visszatehessem a pénzt, és ne vedd észre a dolgot. Én mondtam Fenkújnak, hogy boxoljon, én adtam neki a bort is, szóval ha ütni akarsz, üss engem. Ne hidd, hogy megúszod! Ha vállalod a felelősséget, vállald a büntetést is! Ó, ha ezt akarod, gyere csak! El kell verjelek most! A tisztelet hiánya miatt. Még hozzá se értem. Bátor, erős férfi, gyere csak, tudom, hogy a gyenge nőket szereted ütni. Csőjesen kihozol a sodromból! Jaj, na jó, essünk túl rajta, verj meg, a gyerek úgyse számít. A gyerek? Azt akarod mondani, hogy terhes vagy? Miért nem mondtad? Gyere be! Ne élj hozzám, ha meg akarsz ölni, akkor csináld! Mire vársz? Kérlek, gyere be és lefigyelj! Menj innen és hagyj békén! Hagyjál békén! Nem is akarom a buta gyerekedet! Mit csinálsz? Megölöm a bébit most azonnal! Megölöm! Kérlek! Elvesztettem az eszem, megőrültem! Nyugodj már meg, kérlek! Azt hiszem, jobban vagyok. Mi az? Jaj, megint kezdődik. Mi van már megint? Az egész az én hibám. Sosem bocsátom meg magamnak. Hozz egy széket, gyorsan! Kérlek, Csó, hozz egy széket, ülj le, kérlek! Bocsáss meg! Jól vagy! Hogy tehetted ezt velem? Nem akartam, véletlenül történt. Hadd segítsek felkelni, minden rendben lesz. Gyere szépen. Ne hazudj, Wong, tudom, hogy direkt gácsoltál el. Tudod, hogy ez nem igaz, kedvesem. Semmi bajom. Hál' Istennek, kényelmesen ősz? Dr. Wong, Madame Chen van itt, azt mondja, sürgős. Nyugodj meg szépen. Gratulálok, apa, büszke vagyok rád. Köszönöm. Segíthetek, Madame Chen? Dr. Wong, itt van.
Vizsgálja meg! Ezt ön hozta Mr. Chennek egy útjáról nemrég. Ez nem ginseng, Dr. Wong, hanem egy mérgező gyökér. Chen és én megvizsgáltattuk az egyetemen. Szerencsére csak a felét használta fel, ezért csak félig halt meg. De aki ezt adta magának, az veszélybe sodorta az ön hírnevét. Tartozol nekem, ezért most te következel. Rendben? Na. Adok egy ellenszert. Fiú, igen? Menj és hoz őrült lincut. Igen. Biztosíthatom, hogy ettől rendbe jön egy-két nap alatt. Ó, nagyszerű. És higgy el, doktor, senki igen? nem hibáztatja őt. Köszönöm. És elnézést, hogy én így önvetődtem. Én kérek bocsánatot. Viszlát, asszonyom. Csó, gyere ide! Ki a felelős ezért? Fejhung volt! Majdnem megölted a paciensemet! Elment a józan eszed? Ha? Tönkretetted a klinikánk jó hírnevét! Ez a kedvenc növényedből volt, apa. Úgy nézett ki, mint egy igazi zsitszing. Meg kellene ölnöm téged! Ja! Ha! Jaj, ne bázsd a fiam, attól is! Nem érted az egészet? Egy tolvaj ellopta az igazi ginsenget a vonaton! Jaj, nem, már megint elszóltam magam. Megpróbált téged megkímélni a vámfizetéstől, ezért elrejtette egy angol férfi bőröngyében. Ez olyan nagy baj. Hogy megkímél a vámfizetéstől, hogy ne fizessek vámot? Én mindig kifizetem a vámot, hallod? Mindig kifizetem! Inkább éhen hallik, mint hogy ilyen becstelenséget kövessek el. Csak ne védelmezd, hazug disznó! Szóval még több bor kéne? Majd adok én neked bort mindjárt. Megihatod az egészet. Ennyi csak elég lesz. Gyerünk, igyál! Ha ennyire szereted, megihatod az egészet. Igyál csak! Újra megütötted az apádat? Nem vagy jobb egy állatnál, ez az igazság! Nem vagy többet a fiam! Kitagadlak! Nem vagyok többet az apád! Tűnj el innen! Nem lakhatsz többet a házamban! Tűnj el! Von, azonnal hagyd abba! Hagyd abba, mielőtt megölöd! Hagyd abba, míg nem késő! Fejhung! Hagyd abba, Von, jusson eszedbe, hogy az apja vagy! Nem! Nem vagyok az apja! Nekem nincs többé, fiam! Tűnj kifele innen, gyere! Ha! Ha! Nem gondolta komolyan! Kérj bocsánatot apától! Kérj elnézést! Tűnj el innen! Tűnj el! Fejhung! Csó, menj utána! Nem lehet így egyedül az utcán! Állj meg! Hová mész? Arra ment! Köszönöm! Jó estét! Parancsoljon a tojások! Fogyassza egészséggel! Egy pohár fehér bor kérek! Igen, uram, egy pohár bor! Csak késésért! Próbálj megértő lenni. Jusson eszedbe, hány évig dolgozott apád azon, hogy jó hírnevet szerezzen magának is az üzletének. Nem kérdeztem a véleményedet. Te csak hozzál még bort, oké? Nem. Már így is eleget ittál. Fejezd be és menj haza szépen. Pincér, ide. Egy dalt akarok kérni. Igen, uram. Melyik dalt kéri? Az a címe, hogy utálom apát. Én fogom énekelni. Ismeri az utálom apát? Igen. Utálom az apámat bizony. Úgy bánik velem, mint egy kutyával, de mindenért megfizetek neki.
Nincsen otthonom, mert kidobott, mert gyomrom vettem, pedig nem is gondoltam komolyan. Utálom az apámat, és ő is utál engem, mert az életem szomorú már, talán azért, mert jó fiú vagyok. Hallgassátok, dalom, a ginzeng lerombolt a boldog otthon. Apám ma kidobott otthonról. Ő az, látja, aki ott ül? Talán féltő? Ki mesélte ezt? Egy biztos, hogy nagyon kemény és bátor. Valóban. Ennek magam nézek utána. Utálom az apámat, és ő is utál engem. Hagyja abba. Zavarja a csendet. Billy, hívd a rendőrséget! Ne szóljanak bele, ha meg akarják úszni el. Menjünk innen! Mindenki kifelé, öreg, tűnj, de is! Hétisek fejek, ti is kifelé! Tűnjünk el innen! Hol a zene? Vigyázzatok! Óvatosan! Figyeljétek minden mozdulatát! Lássuk a részeges boxot! Nem lehet! Az apám nem engedi. Át akar verni. Mi történt vele? Délután hihetetlenül mozgott. Ez fejhúg. Mi az Isten folyik itt? Ne szólj bele! Én nem avatkoznék közbe a helyedben. Vigyétek ki, és tartsátok ott! Ez valami vicc akar lenni? Dehogy, hihetetlenül harcol délután. Kérdezd meg akárkit, aki ott volt, bárki! És mivel lehet kihozni benne? Sol engem! Félsz tőlem? Harcolj! Ez a rongy vert el 6 emberedet. Mire vártok? Intézzétek el! Tanúk kellenek. Példát statuálunk vele. Hozzátok! A részeges box királya. Ez Felhung, ugye? Igen. Ott van fel, Mr. Wong, látja? Ember. Életben van. Segítsetek! Nem a te hibád. Ott kellett volna lennem veled. Talán akkor meg tudtalak volna győzni, hogy ne így áll. Késő bánat, ebb gondolat. Ami megtörtént, az megtörtént. Az élet megy tovább. Hallasz engem? Nem olyan tragédia, mint amilyennek érzed. Nem dőlt össze a világ, Felhung. Először is a város összes lánya hozzád akar menni feleségül. Választhatsz közülük. Na, szedd össze magad. Öltöz fel. Gyerünk. Hol van az apám? Már várt téged. Jó okom van arra, hogy megtiltsam a részeges boxot. Azok, akik gyakorolják, többségükben alkoholistaként végzik. Akkor nem, ha az ember önfegyelmet tanúsít. Elméletileg az alkoholtól nagyon erősnek érzed magad, és a fájdalom érzeted is eltűnik. Ez azonban csak pszichológia. Ha egy pár decivel többet iszol a kelleténél, elveszíted az önkontrollod, és átadod magad az alkohol totális mámorának. Ez nagy bajba sodorhat, akár harcolsz éppen, akár nem. Illetlen dolgokat mondasz és csinálsz, és szégyet hozol a saját fejedre. Nem éri meg a kockázatot. Talán hasznosnak tűnik az alkohol használata a gonosz elleni harcban, azonban emlékeznünk kell arra is, hogy a víz jó nekünk, de meg is fulladhatunk benne. És a víztől is be lehet rúgni. Tudtad ezt? Tényleg? Főleg, ha viszkivel kevered. Meg ha bőrbön teszel bele, attól is berúgsz, ha ginnel kevered, attól is nagyon veszélyes. Thank you.
sosem iszom többet. Fejung, összekoszorod a térded, buta fiú. Kelj fel szépen, itt vannak a barátaid. Menj oda hozzájuk, menjél. Menj csak. Fiam. Hogy van a fiam? Ne piszkáld a babát, alszik. Ah, bocsánat. Jöjjön holnap reggel 8-kor. Beszélnem kell Fejhunggal. Miről? Az titok. De én az anyja vagyok, bízhat bennem. Egy csomagról van szó. Tudja mit? Szerintem azok a gengszterek küldték ide. Nagyon örülök. Szép rugása van. Hol tűnjön innen! Elég a harcból. Hé, ne bántsa az anyámat! Gyere, Fejhung! Fejhung! Hé, segíts, apa, segíts! Fejhung! Tessék! Nem csak hagyom apát harcolni egy kicsit. Fejünk, tudod ki ez? Jaj, ne! Hagyd abba! Ne mozdulj! Maradjon ott, ne merjen mozdulni! Neked beszélek! Én beszélek! Ha? Neked mondta! Nyugalom! A nevem Von Keying, bocsásson meg! Ön nagyon híres, megtisztelő találkozni önnel. Az én nevem Vencsi, Fuvencsi. Fuvencsi? A legmagasabban kitüntetett katonatiszt a mai napig. Von Keying! Isten hozta! Köszönöm, köszönöm. Madame Wong. Úgy tűnik valami hős katona lehet. A kitüntetések nem hatnak meg, akárki szerezhet olyat. Politika az egész. A medáloktól és szalagoktól nagynak érzik magukat. Mi? Nézzétek meg mindenhol, nem tudom, hol lehet. Nézd meg minden fiókot. Igen, asszonyom. Kicsit sem emlékszel, hogy hová tetted? Nem. Hol lehet? Hol nem néztük Csod meg? Csod, kérdezted? Valami gond van? Ó, mennyivel hűvösebb van itt az ablakban. Milyen csodálatos humorérzéke van. Hol van? Hová tetted azt a zöld követ, amit hazahoztam? Erre gondolsz? Ennek van gumiból a feje? Igen, ez az. Joe, te egy zseni vagy. Nem értem. Hé, megtaláltam a pecsétet. Anya, megvan! Nekem, miről van szó? A nagy jáde pecsét a hatalom ősi jelképe. A kínai történelem felbecsülhetetlen értékű darabja, és nem való egy angol múzeum falai közé. Miért felbecsülhetetlen? A kínai történelemben legalább egy tucat császár volt. Miért olyan fontos ez a darab? Mert meg kell védenünk őket, hogy kivívjuk a tiszteletüket. Ma elvisznek egy pecsétet. Nem nagy ügy. Holnap elvisznek egy másikat. Legközelebb azt veszed észre, hogy eltűnt a nagy fal. Ezt meg kell állítanunk. Mert ha nem, az unokáinknak Angliába kell majd menniük, ha kínai történelmet akarnak tanulni. Mi lesz a vége? Az angolok ragadozók. Ha el akarjuk kerülni, hogy teljesen leigázzanak bennünket, meg kell mutatnunk nekik, hogy hihetetlenül erősek vagyunk, hogy eszükbe se jusson kötözködni mi velünk. Köszönöm, hogy megosztotta velem a bölcsességét. Nagyon szívesen Fejhung. Olyan csend lett hirtelen. Nagyság. Hova tűnt mindenki? Miért ment ki mind egyszerre? Valami történhetett odakint. Kihalt az egész utca. Na jó, gyere!
nincs kiút. Majd csinálunk. Na, gyerünk! Váltásfiúk értik a dolgukat. Hányan vannak? Úgy tettem, ahogy parancsolta. Az egész banda itt van. Akármennyi, megérte. Jöttelünk! Semmi között hozzá! Tűnjetek el! De gyorsan! Gyerünk! Fúmester! Segítsetek!
Fordítsuk meg a vérzést! Mester! Tartson ki! Erősen! Ők! Szerezzétek vissza a pecsétet! Visszaszerezzük! Ezt nem ússzák meg! Ők nyertek. Túl sokan voltak. Képtelen voltam. Ne beszélj! Elvisszük magát az apámhoz. Ő meg tudja menteni! Ne beszélj! Mester! Hall engem! Ne! Nem. Ne! Meghalt! Ezért megfizetnek. Az biztos. Katona, fogja meg egy pillanatra. Lejtette őket, vegye fel! Hé! Te mit csinálsz? Nincs te! Mit csinálsz? Meg akarsz öletni mindkettőnket? Mit keresel itt sem? Mi a terved? Improvizálok! Megtaláltad a pecsét? Most jöttem be. Menjünk. Várj! Vaksötét van ide bent. Hoznunk kellett volna gyertyát. Én hoztam. Akkor gyújtsd meg! Fogd le gyorsan! Isten hozta önöket! Netán ezt keresték? Úgy gondolták, hogy meglépnek vele? Még fényképes bizonyítékom is van. Idebent én szabom ki a büntetést is. Itt a mi törvényeink uralkodnak, uraim. Menjen a pokolba! Nos, uraim, megértették, hogy mit kívánok önöktől? Tökéletesen. Nos, Wong most meggondolhatja, hogy eladja-e nekünk a tulajdonát. Mondjátok meg neki, hogy letartóztattuk a fiát betörésért. Igen, uram. Most már tárgyalni fog velünk. Az árat én szabom meg, és nagyon alacsony lesz. Különben... szegény fejhung szenvedni fog. Magyarázd meg neki, hogy nem szeretem a kínzást, csak zsarolni próbálom. Teszek neki egy szívességet, ő pedig nekem. Szerencsés, hogy nem ölték meg. A konzulátus hivatalosan angol felségterület. Bárkit megölhetnek figyelmeztetés nélkül. Ezt nem úszhatják meg szárazon, majd én elintézem. Ugye? El kell ismernünk, a fiunk jogilag bűnt követett el. Fejhung nem bűnöző, Dr. Wong, csak hős akart lenni. Az egész a te hibád! Te nevezed rosszul! Nem vigyáztál rá eléggé! Kitagadtad! Egyben megegyezhetnének, meg kell mentenünk Fejhungot. Nos! Nem tudjuk! Nincs segítség! Meg kell engednem nekik, hogy elvegyék a telkemet! Ezért dolgoztam éveken keresztül! Fejhung hős, én meg tönkrementem! Nem megyek utána! Szóval nem. Akkor majd az anyja. Nézzük csak!
Anyám, a fiam bajban van, de egyedül maradt. Senki sem segít rajta, még a férjem sem. Engedjék elő, vegyék le a kendőket! Mi történt? Siess, anyád már vár. Gyerünk. Vongmester. Eredj te is. Most a anyám. Bántottak? Nem annyira, hogy ne bírjam ki. Madame Vong. Mester, jól van? Csak egy-két karcolás, de semmi bajom. Hol fogunk mától gyakorolni, uram? Ezt hogy érted? Vongmester eladta az épületet és a telket. Mit csinált? Apám megőrül. Figyeljetek, mindent fel kellett áldoznia, hogy kihozzon benneteket onnan. Mindkettőtöket megöltek volna. Fejhung, én mindig megvédtelek, de most nem tehetem. A kungfumániád miatt apád tönkrement. Bárcsak megöltek volna. Elég a megbánásból, nem tesz jót neked. Ami volt, az elmúlt. Tekints a jövőbe. Mert mindannyian ott fogunk élni, nem a múltban. Mindannyian tanultunk ebből. A jövőben bölcsebbek leszünk. Mikor indul a szállítmány Hongkongba? Egy hét múlva. Minden készen áll? Elkészült és berakottuk. Aha. Akkor zárjátok be a gyárat egy időre, rúgjatok ki mindenkit, majd könyörögetnek, hogy vegyük fel őket még egyszer. Induljatok! Igen, uram! Bennünket, még a fizetésünket sem kapjuk meg! Hogyan rendezünk ki a családunkat? Ki fog ehhez pénzt adni nekünk? Sem! Mi történik ott? Kirúgták az acélgyári munkásokat, és tudod ki? Ugyanaz a fickó, aki tönkretette apádat. Igen. Nem mehetek veled, de megígértem apámnak. Nem értelek. Azután, amit veled tettek, engem nem fognak állatként kezelni. Igen, bezárták az üzemet, és munkanélküliek lettünk. Valamire készülnek. Igen, ez elég furcsa. Szerintem el akartak zavarni, hogy ne jöjjünk rá, mit művelnek oda bent. Vajon mit szállítanak? Azt hiszem, mi tudjuk, igaz, Fejhung? Talán. Nézzük meg, mit szállítanak. Menjetek a gyárba ma éjjel. Rendben. Nézzétek meg, mit készítettek össze. Gyere! Kezdjük! Mi ez? Értékesnek tűnik. Bebizonyítottuk, hogy valami rosszban utaznak. Elmondom Fejhungnak. Siess, gyorsan! Hát te hova siess? Jó napot! Gyere! Menekülj, Poseng! Rohadj minden! Műkincseket csempészre! Erre! Tűnj el innen, majd mi elintézzük őket! Gyorsan! Kapjátok el őket! Húzd ide, Fejhungot! Mondd, hogy én hivatok! Csend legyen! Most indulunk, Madame Vong. Maradjatok csendben. Viszontlátásra, uraim, tiszteletre méltó, hogy segítenek a szegényeknek. Te csak gondoskodj a gyermekünkről. Ó, igen. Fejhung? Elnéz. Ne hagyd abba az írást, írd csak tovább. Ne felejtsd el a leltárt.
Mindent megcsinálok, apa. Szerdán visszajövök. Segítesz a katasztrófa áldozata, én büszke vagyok rád. Ne erőltesd meg magad és pihenj sokat. Ó, rendben, úgy lesz. Jó, sziasztok. Viselkedj. Azon gondolkoztam, hogy hívjuk a gyereket. Már is? Legyen fej, ha lány, és táj, ha fiú. Hogy tetszenek? Szép nevek, de még bőven van. Igen. Időm. Mi van, akkor a szülök lesz? Eldöntjük, amint visszaértem, jó lesz? Rendben. Helyes. Fejhung? Igen, apám. Vigyázz anyádra. Igenis, vigyázok. Vongmester, megyek már! Nem lesz semmi baj, menj már! Vigyázok Fejhungra, de nem engedem, hogy bajba keveredjen, menj már! Fó, elmentek, előbújhatsz! Hogy állítsuk meg a szállítmányt? Biztos, hogy ma este indítják. Valószínűleg. Mi lesz Hinggel? Miattunk keveredett bele, nem tudhatjuk, mit művelnek vele odabent. Nos, mit tegyek, anyám? Menjünk. Hé, anya, hová sietsz? Jövök harcolni. Micsoda? Hogy jöhetne velünk harcolni, Madame Wong, hiszen terhes? Ő nem gyáva, hanem egy bátor kis bébi. Nem szabad. Mi lesz Dr. Wonggal? Megöl mindnyájunkat, ha megtudja. Igen, igazatok van. Menjetek nélkülem. Én hozom a diákeimat, te hozd a munkásokat. Rendben, viszlát a gyárnál. Hozzátok, Fantis! Induljuk azonnal. Ön rendben lesz, asszonyom? Én igen. Rendben. Mit mondasz apának, ha meghalok? Nem merj ilyet tenni. Egész életedben nem szólok hozzá többet, ha ilyet csinálsz. Oké, megígérem. Várj, kisfiam, várj! Mi az? Ne hagyd, hogy megizzasszanak. Kösz, visszahozom. Igazságot akarunk! Igazságot akarunk! Igazságot akarunk! Igazságot akarunk! Igazságot akarunk! Ha feladjátok, most! A műkincseket akarjuk, azok Kínához tartoznak! Hozzánk tartoznak! Adják át, ha nem, egyikük sem ússza meg élve! Nem ismerünk irgalmat! Tényleg? Na, várj csak! Mi a? Térre tart! Várjatok, ne lövöldözzünk! Hinget mielőtt megöllik, oda bent van! Thank you.
most megkapod! Várj! Menjetek! Gyerünk! Menjünk! Várjatok itt! Mi történt? A fejünk itt van! Erre tart felénk! Menjetek és tartsátok fel! Ott van! Most megkapod, Bork! Várjatok! Az ellenségünknek dolgoztok, kirabolják az országunkat. Ezek a jelképek hozzánk tartoznak, a kínai néphez. Akkor miért nincs rajta a neved? Az angolok imádják az ilyesmit, jól fizetnek érte. Hol van a hazaszereteted? Abból nem gazdagodhatsz meg, én pedig gazdag akarok lenni. Ha pedig az angolok miatt hazaáruló leszek, hát Istenem. Nem hagyom annyiban. Valóban? Te megőrültél. Ez az ember nem állíthat meg minket. Ne húzzuk az időt. Intézzük el, és kész. Kezdjétek. Hallottátok? Bocsánat! Na jó, írjátok ki! Mi baj van a látásoddal? Egy pillanat.
Egyenlő esélyek. Gyerünk! És most vége! Adj egy másik rudat! A víz jó nekünk, de meg is fulladhatunk benne. Neked nem kell víz! Itt van! Na jó, Bong, most vége! Henry, várj, segítek! Kész vagy a táncra! Hát persze! Go!
Returning the stolen antiquities and on the arrest of the ambassador. None of this could have happened without the support of his loving father. Ah, well, we need more fathers who treat their sons like that. You should be very proud of him. So where is he? Fei Hung is still feeling some of the after effects of all that he's been through. We hope he'll soon be on his feet. I am sure that he will come to you as soon as he can. Oh, any better? I've got a job for that boy. Oh, I am certain he will be most pleased. Count to three. One, two. Magyar hangok. Kassai Károly, Andrész Kati, Sörös Sándor, Harsányi Gábor, Miller Zoltán, Rétai Dóra, Lux Ádám, Széles Tamás, Bardóczi Attila, Tóth Roland, Király Attila, Palóci Frigyes, Csuha Lajos, Esznagy Ildikó, Ullmann Zsuzsa, Ősi Ildikó, Pusztai Péter, Juhász Tóth Frigyes, Szalai Imre, Szűcs Sándor, F. Nagy Zoltán, Hegedűs Miklós, Danu Roland, Fejes Rita, Sebestyén Erika, Braun Rita, Bálint Sugárka, F. Nagy Erika, Bolla Róbert, Forró István, Csabai János, Gyevád Ottó, Turi Bálint. Magyar szöveg Eke István, vágó Kozma Judit, gyártásvezető Rácz Gabriella, hangmérnök Nagy Tibor, szinkronrendező Kozma Mari. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette.